Jelölté válása óta sokat veszített népszerűségéből Márki Zaj Péter ez derült ki a század vég legújabb közvélemény kutatásából. Amíg októberben a baloldal miniszterelnök jelöltjéről a választók 47%-a volt kedvezőtlen véleményen, ez most arra 56%-ra emelkedett. Elemzők szerint ebben szerepe lehet annak, hogy Márki Zaj Péter több választói csoportot is megsértett, és többször is támadta a rezsicsökkentést és a minimál Folyamatosan csökken Már Kizai Péter népszerűsége. Ez derül ki abból a kutatásból, amelyet a század. decemberben mért a választók körében. A felmérés alapján Márkizai Péter támogatottsága alig három hónap alatt jócskán visszaesett, a politikusról mostan megkérdezettek 56%-a vélekedett kedvezőtlenül, míg októberben ez a szám 47%- volt. Ellenzéket is váltottunk. Pedig már Kizai Péter az előválasztás második fordulóját még magabiztosan nyerte Dobrev klárával szemben, csak hogy már győzelmi beszédében célba vette az őt támogatókat. Leváltottuk a szocialista párton belül azokat, akik nem akartak változást, akik féltek az elszámoltatástól. Leváltottuk azokat, akik bizonytalankodtak. Leváltottuk azokat, akik bármilyen szélsőséges magatartást hirdettek. A Hódmezővásárhelyi polgármester először saját szövetségeseit becsmérelte, a pártok után pedig a választók jöttek. Amikor az embereket sötétben tartjuk, és trágyával letetjük. Egyik lakossági fórumán trágyával letetett gombákhoz hasonlította azokat, akik egyetértenek a rezsicsökkentéssel. A Fidesz szavazóit ostobának nevezte, mert, mint mondta, elhiszik, hogy a kormánypártok nem támogatják a migrációt. Azok, akik elhiszik hogy a Fidesz bevándorlás azok végtelen ostoba. Megint csak az aberrált fideszeseknek a fantázia szüleménye. A válogatott jelzők közé nemrég az aberrált szó is bekerült Márkizai Péter szótárába. Szükségünk lesz egy olyan törvényre, amely az aberrált fideszesek ellen is szól. De a lesajnáló jelzőket már Péter a vidéki emberekre is, szavazókra is kiterjesztette, mondván, hogy olyan kampány kell, amit még ők is megértenek. Ugyanúgy, ahogy 18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi egyszerű tudatlan embereket. Közben a baloldal miniszterelnök jelöltje az előválasztás óta hangoztatja azt is, hogy eltörölni a rezsicsökkentést csökkentést és a benzinár mérséklésével sem ért egyet. Becsmérlő szavaival azonban hiába szembesítették a politikust. Márkizai Péter azt mondta, nem kér bocsánatot azoktól az emberektől, akiket megsértett, sőt százszor is ugyanezt mondaná. Ki azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlás ellenes az ostoba? Igen, ezt föntartom pedig a választókat támadó hangnemnek még a baloldali hírportálok szerint is látványos eredménye van. A 444 arról ért, hogy a számok kiúzanítóak. A teljes lakosságra nézve ugyanis a fidesz KDMP támogatottsága 46 os és csak 32 os a baloldali listái. A század vég legfrissebb elemzése szerint ezt támasztja alá a Márkizai Péterről alkotott választói vélemény is. A felmérés szerint a politikus a nők és a férfiak körében is elutasított, korosztályok szerint pedig a 40 év alattiak 48%-a és a 40 év felettiek 62%-a kedvezőtlenül nyilatkozott róla. Ahogy a századvég fogalmaz, már Kizai Péter a nyugdíjasok 66 ánál is kifejezetten elutasított, a bizonytalan szavazóknál pedig a hódmezővásárhelyi polgármester elutasítottsága 45 on áll.